Sziasztok! Günther vagyok. Ma egy olyan étel fogok készíteni, ami régóta már akartam csinálni. Az egy kínai sült tészta. Hi! Várja. Oké. Okay. Tisztán dolgozunk. Ez egy teljesen húsmentes kaja lesz. Ehhez kell egy fél káposzta, egy kicsi répa, gomba, fokhagyma, tészta, megfőzünk, borssó, egy kicsi édes chili, meg kettő darab ilyen 50 g-os kis bertók méz. Na, kezdjünk, full gáz. Én megkezdek a káposztát vágni. Na, jó forró a serpenyő, mehet az olaj benne. És várunk, hogy for a olaj. Na, kell idő, hogy for az olaj, addig iszunk egy jó sör. Repi! Egészségedre! Egészségedre! Na, nézzünk, hogy elég forró már. Jó, siserek. Akkor bebaszom a káposzta a serpenyőbe. Ez meg kellene sózni, meg bors adni. Kevesebb a só, mert rámegy még a szójaszósz, az is sós. Meg fekete bors. Oxika. És mehet bele fokhagyma. Sok fokhagyma, így szeretem. Oké. Megkeverjük. És kezdek vágni a répa. Körülbelül így. Közben megkeverjük még jó, hogy így szépen vékony. Nem muszáj pontosan egyforma lenni, mert akkor hajnalkal még mindig nem lesz vacsora. Na, elvágtam a répa, az is mehet bele. Közben forr már lassan a víz, a tészenek a víz. Ez is megsózom a víz. Ah,
Meg a gomba is mehet. Meg van pucolva. Ups. 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 Én hibám. Ha, ha, ha. Egy nagyon kicsi édes chili szósz. Meg egy kicsi szójaszósz. Ennyi. Ez körülbelül egy 20 perc kéne még sütni, vagy főzni. Egészségedre. Na, a tészta az kész. Lezártam. És csak meg kéne várni. És megkóstolom már egy káposzta. Ez is már jó. Akkor ilyenkor beragjuk a mézet. Ezen kóstoltam, és ez egy tiszta kanál. Szerintem kevés, hogy adok még egy kicsi mézet. Oké. A méz után hagyjuk még egy jó 5 perc. A tésztát azt leszűrtem. És teszek hozzá. Na, oda néz, felszívta a lé teljesen. Elzárom. És tálalunk. És elkészült a kínai pirított tészta. Jó étvágyat!